Az állami támogatása tavaly és az idén mintegy 300 millió dinárt fordít az önkormányzat az útinfrastruktúra fejlesztésére Óbecsén. Vuk Radojevic polgármester szerint hasonló célokra az idén az építésügyi igazgatóság összesen 143 millió dinárra számíthat. Radici se nasipanje ulitne asfaltiranih ulica struganim asfaltom i tucanikom, u pet ulicu u Petrovom selu, trojicu u Bačkom gradištu, dve ulicu u Bečeju. Radit ćemo preslačenje Zmajovine ulice u dužini 1300 metara od Prvomajske do Zelene. Dalje, budžetom direkcije za izgradnju predviđena rekonstrukcija trotoara na teritoriji grada Beča u iznosu 4 milijuna 200.000. Négy év után úgy tűnik az idén valóban beváltja ígéretét a Szerbia útjai közvállalat, és új burkolatot kap az Óbecse és Péterréve közti út azon 2 kilométernyi szakasza, amelyre az elmúlt években nem jutott pénz. Szerencsés helyzet, hogy Péterréve most kerül egy nagyobb beruházás alá, több utcába biztosítják az aszfaltnak a kiépítését, ugyanakkor az a famózus 2 kilométeres út szakasz befejezéséhez közeleg, arra munkálatok megkezdődtek, az előmunkálatok már megkezdődtek, és reméljük, hogy a nyár beltelődbe is fog fejeződni. Az ülésen nem jelentek meg az ellenzéki demokrata párt képviselői. Azt kifogásolták, hogy az ülést indokolatlanul rövid idő alatt hívták össze, és a 800 oldalas ülésanyag értékelése lehetetlen küldetés.